2023-at írunk, és tulajdonképpen még a faék is árammal működik. De mi van, ha olyan helyen használnánk áramot, ahol alapvetően nincs? Hát, oda kell vinni. Viszont erre a szatyor nem kimondottan jó, viszont itt van nekünk az EB3A típusú, hordozható energiaállomás ablőtti kínálatából, illetve itt van még hozzá némi szoláris panel is. Ha esetleg ez kifogyna a kakaóból, akkor is legyen mivel feltöltenünk. Az energiaállomásunk egy fogantyúval ellátott, kis menő, minimalista dizájnú, véletlenül ez miatt újra hasznosítható kis kartondobozban érkezik. Ami a csomag tartalmát illeti, kapunk egy darab garancialevelet, egy darab használati utasítást, amely angol és német nyelven tartalmazza azt, hogy ezt a kis masinériát hogy kell beüzemelni. Ezen kívül kapunk egy szoláris töltőkábelt, illetve egy darab 220-as vagy 230-as tálkábelt. A kis powerstationünk forma tervezését tekintve, nekem személy szerint kimondottan tetszik ez a lekerekített élő és sarkú téglatest, mert ez úgy beillik mindenhova, és akár rá is lehet pakolni, mellé is lehet pakolni. Szóval ez az egyik legjobb forma a tárolás szempontjából, habár a használati utasításban óva intenek attól, hogy a tetejére pakoljuk bármit, mert nem arra találták ki. Mindemellett egy kellően masszív műanyagból készült, szóval vélhetőleg kibírja azt, ha valamit rátesz az ember, de azért nem kéne dobálni, tehát ütésállóságról semmiképpen nem beszélhetünk. Az alján csúszásgátló gumitalpakkal látták el, még felül egy praktikus hordfület találunk, mely esetemben kicsit nehezen nyitható. Viszont síkba csukható, így akár pakolhatunk is a tetejére. Szinte az összes be- és kimeneti motyót az elején zsúfolták össze. Találunk itt egy színes kijelzőt, mely mutatja az aktuális töltési teljesítményt, a töltöttségi szintet, illetve az aktuális leadott teljesítményt. A csatlakozók szépen csoportosítva lettek elhelyezve, és csoportonként aktiválhatóak. A legbénább ezek közül a jobb felső sarokban kapott helyet, mivel ez csak egy lámpa. De valahogy arra keleten úgy vannak vele, hogy ha valamiben akupakot építenek, és esetleg ezt még kültéri használatra is tervezik, abba valahogy belefaragnak egy lámpát, mert arra mindenképpen szükség van. Ezt, ha bekapcsoljuk, akkor először is fél gőzön világít, majd még egyszer megnyomva teljes gőzön, majd ha még egyszer megnyomjuk, akkor SOS jelzést ad le, ami igazából akár még hasznos is lehet. Nem azt mondom, hogy ezt fogjuk zseblámpának használni, mert azért kicsit ormótlan lenne, de mondjuk a sátorban hangulatfénynek, vagy akár rendes világításnak tökéletes lehet, de ha nagyon megszorulunk, és nincs mivel világítanunk, miközben keressük a tűzifát, éppenséggel oda is magunkkal vihetjük, de akár ha arra túrázunk, akkor felkutathatjuk vele a Mátra bükkönyi fanyűvőt is. A másik oldal a DC, vagyis egyenáramú szekció. Itt találunk egy C-típusú USB csatlakozót, mely akár 100 watt leadására is képes, amit telefon töltésére bőven elég. Bár hallottam már e feletti teljesítményekre is képes telefonokról, viszont a döntő többség maximum 60-80 wattra képes. Viszont ez egy kiváló forrás lehet a páka megtáplálására, ha ebben ránk jönne a forraszthatnék kempingezés közben. Mellette találunk kettő darab USB-A csatlakozót, melyek 5 voltosak és egyenként 3 ampert tudnak. De ehhez tartozik még a tetején elhelyezkedő vezeték nélküli telefontöltő is. Melynek létjogosultsága ez esetben szerintem kissé megkérdőjelezhető, mert hát ez nem kimondottan a leghatékonyabb módja a telefontöltésnek. Értem ezt úgy, hogy a felvett teljesítménynek nagyjából a 30-40%-a hát az a luxus áldozata, szóval megy a levesbe. Márpedig ezt a kis power stationt azért visszük oda valahova, mert ott vagy egyáltalán nincs áram, vagy csak kevés van belőle, nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű. Szóval minden egyes kis milliwattot meg kell becsülni, és nem egy ilyen pazarló módon telefont tölteni, hanem mondjuk USB kábelen keresztül, ahogy ezt egyébként is kéne. Mindezek ellenére örülünk neki, hogy ha már volt egy ilyen szép sík felület ezen az eszközön, akkor ide beleépítettek egy ilyen vezeték nélküli töltőt. Mert igazából az USB kábel az otthon maradhat, de ez a vezeték nélküli töltő, ha ez az eszköz nálunk van, akkor az is nálunk van, szóval összességében praktikus dolog, de hogyha energiát akarunk spórolni, akkor ne ezt használjuk. A bal oldalán kapott helyet 2 12 voltos DC csatlakozó, mely 10 ampert tud. De nem igazán tudok olyan eszközt, aminek ilyen dugó lenne a bemeneti oldalán, így nem igazán értem, hogy átlag felhasználók esetén ezt mire szánták. Más a helyzet a szivargyújtó ajzattal, mely 12 volt és 10 amper leadására képes, vagyis lényegében, amit az autó szivargyújtója elbír, azt ez is elbírja. Ilyen lehet például a szivargyújtó, amit ebben nem biztos, hogy belepróbálnék, mert ugyan kempingezésnél jól lehet tüzet gyújtani, de szerintem ez az ajzat nem hőálló. Nem igazán vagyok felszerelve szivargyújtós eszközökkel, szóval elemtöltésére próbáltam ki, bár ez nem nevezhető terhelésnek.
Van azonban az eszközön beépített konnektor is, mely 220-tól 240 voltra képes, ami stimmel is. És nem kevesebb, mint 600 wattot tud állítólag. Emellett valódi színuszos, vagyis a bedugott eszköz tulajdonképpen észre sem veszi, hogy nem a fali konnektorba csatlakoztattuk. Ennek leginkább akkor van lényege, hogyha egyfázisú villanymotort akarunk hajtani róla, mint mondjuk ez a köszörű, mivel ez, ha nem színuszos a jel, akkor nem igazán akar működni. Viszont most, ha bekapcsolom az inverterét, a köszörű gyönyörűen megindul, szóval ez bizony egy színuszos jel. De tulajdonképpen a világításon, elsősorban a klasszikus Wolfram szálas izzókon kívül, illetve némi rezisztív fogyasztótól eltekintve, mint mondjuk a boiler, a vízmelegítő vagy a meleg szendvics sütő, igazából semminek nem tesz jót az, hogyha nem színuszos inverterről használjuk őket. Bizonyos esetben csak annyi történik, hogy sokkal több veszteségünk lesz, tehát sokkal kevesebb energiát tudunk felhasználni abból, a kevésből, ami ugye el van tárolva. A rosszabb esetben nem megfelelően működik a gép, legrosszabb esetben akár kár is keletkezhet a gépben, tehát ezért örülünk annak, hogy ebben egy valódi színuszos inverter kapott helyet. És a kimenetére ránézve egy oszcilloszkóppal, gyönyörűen látszik, hogy bizony ott van a teljes hullám, még ha egy kicsit onnét a túlsó oldaláról egy nagyon hangyányit meg is fújja a szél, és nem ebben olyan tökéletesen 100%-os az a hullám, habár azért az oszcilloszkóp se tökéletes, úgyhogy igazából még az is csalhat, de azért egy ilyen 99%-os színusz hullámot kapunk, még akkor is megmarad, hogyha ezt esetleg megterheljük. Jó, nyilván ez a 100 watt ez nem olyan nagy teljesítmény, de hogyha egy villanymotort rádurrantok, igazából még ezután is ugyanúgy megtartja a színusz hullámot, ami igencsak jónak mondható. A gyártva állítása szerint az invertere 90%-os hatásfokra képes, ami az inverterek tekintetében nem mondható olyan rossznak, azonban csak 600 wattot tud leadni. Most ez a csak, ez olyan, hogy hát igazából ki mire akarja használni, mert az a csak 600 wattba is elég sok minden belefér. Nyilván, ha nem ilyen energiapazarló izzókat használunk, ami összesen 100 wattot eszik, hanem ez helyett nagyjából hasonló fényerejű ledes izzót használunk, ami csupán 10 wattot fog elfogyasztani. De igazából, amit erről használni szeretnénk a szabadban, az világítás, zene, telefontöltés, ez mind 100 watt alatt van. De ha munkához használnánk, ott már sarokcsiszolóhoz, fúrógéphez és dekopír fűrészhez ez nem elég. Persze ezek akui simán tölthetőek róla, ha nem vezetékes szerszámról van szó. Viszont van lehetőség több kakaóra is ezzel a géppel. Habár az eszköz önmagában is használható, de kapunk hozzá egy telefonos applikációt, ami manapság szerintem el is várható. Ez Bluetooth-on keresztül kapcsolódik az eszközhöz, és távolról, de csak a Bluetooth hatósugarán belülről kezelhetjük a Power Station-t. Itt találjuk az eszközünket, vagy eszközeinket, ha több is van belőle, megnyitva látjuk a töltöttségi állapotot, hogy aktuálisan melyik kimenetét vagy bemenetét használjuk, és ezeket mekkora teljesítménnyel tesszük. Itt ki és be tudjuk kapcsolni az egyes modulokat, akár csak a gépen. De teljesen ki is kapcsolhatjuk az eszközt. A fogaskerékre kattintva pedig további beállításokat érhetünk el. Megoszthatjuk az eszközt, vagyis más is kezelheti az ő telefonjával, ki vagy bekapcsolhatjuk az Eco módot, mely hatására, ha nem használjuk, a beállított időtartam után automatikusan kikapcsol. Kapcsolgathatjuk rajta a világítást, és itt a powerlifting mód, amely akkor fontos, ha több kakaó kell. Ugyanis ezt bekapcsolva akár 1200 watttal is terhelhető a kimenet. De az ilyen általában a színuszosság rovására szokott menni, de ha egyszer 1000 watt az a vízforraló, és a 600 wattot kimaxolja, viszont nekünk nagyon kéne az a tea, akkor ez egy remek megoldás lehet. Bekapcsolva jól látszik, hogy működik a vízforraló. De valamiért csak a teljesítménye egyharmadát veszi fel. Rápillantva a feszültségre jól látszik, hogy ez bizony már közel sem 230 volt, inkább csak 130. De dicséretes, hogy a színuszosságát továbbra is megőrzi, azonban a gyártó óvaint bennünket attól, hogy ilyen módban légkondicionálót vagy mosógépet használjunk az eszközről, mert ezek károsodhatnak. Nos igen, hogyha egy gép 230 voltra vágyik, és ezt nem kapja meg csak mondjuk a 130-at, akkor az lehet, hogy nem annyira díjazza. Azonban ilyen esetben, mint ez a vízforraló, ennek aztán teljesen tök mindegy, hogy hány voltról működik, akár 12-ről is mehetne, csak annyi történik, hogy kicsit hosszabb ideig fog működni, mert ugye egy jelen pillanatban is nagyjából 350 wattot vesz fel a gépből, nem 1200-at, mint amennyit egyébként felvenne, szóval ennyivel mondjuk 4-szer tovább fogja felmelegíteni ezt a bizonyos vízmennyiséget, de egyébként ugyanúgy működik,
és egyáltalán nem zavarja. Sőt, mivel továbbra is megvan a tökéletes színusz jelünk, igaz, hogy csak 120 volt, ezért akár olyan eszközöket még használhatunk is róla, amelyek automatikusan ki tudják választani, hogy 120 vagy inkább 230 voltot szeretnének használni. Mondjuk egy legáltalánosabb ilyen eszköz a telefontöltő, azok általában szoktak működni 120 és 220 voltról is. Azzal lehet használni, viszont olyan eszközt, amelyiken nekünk kell kiválasztani, hogy most éppen 120-on működjön, vagy 220-on, mint mondjuk egy régebbi típusú mondjuk erősítő, autóerősítő, hát azt nem igazán kéne, mert abban az esetben, hogyha ezt leválasztom róla, abban a pillanatban ő visszaáll a rendes üzemmódba, és onnantól kezdve többet nem 120 voltot ad ki, hanem 230-at, és hát meg fog makkadni az, amit rádugtunk. Szóval ezzel inkább ne játszunk, hogyha feltétlen vízmelegítőt kell használni, akkor melegítsük meg a vizet, és utána használjuk róla a többi eszközünket, amit szeretnénk. Mindemellett a gépen át lehet állítani, hogy 60 vagy 50 Hz-en szeretnénk használni. Igazából erre nálunk nem nagyon van szükség, de igazából van rá lehetőség. Mindeközben pedig langyosodik a víz. Ez a hang, nem tudom, hogy hallatszik-e, bekapcsolt közben a hűtője, mert bizony langyosodik a teteje, azért csak kivesz belőle az ember 300 wattot, ami érdekes, mert alapból 600-at lehetne belőle kivenni. Minden esetre lassan bekapcsolt benne a ventilátor, és kezd fújni, de most már akkor is megvárom, hogy felforjon ez a víz, ha addig élek is. Hoho, már gőzöl. Azt nem nagyon értem, hogy miért korlátozták el 400 wattra az eredeti 600-at, amikor bekapcsoljuk a powerliftinget. Biztos tudják az okát, csak én nem jövök rá. De igazából az ember ilyenkor arra számítana, amit a kis könyvében is írnak, illetve amikor bekapcsolja az ember a powerliftinget, ott is kiírja, hogy ilyenkor 1200 wattot képes leadni majd a gépezet. Nos, ez ilyen formában nem igaz, mivel nem lesz képes 1200 wattra. És hogyha valaki valami oknál fogva erre számít, és nem csak arra, hogy nem működtethet vele mosógépet, akkor hát igazából ez bizonyos fokig átverés. Azt nem igazán tudom, hogy miért nem kattan át rajta ez a bimetálos kapcsoló, és a lényeg az, hogy a víz gyönyörűen gyöngyözik, úgyhogy lehet főzni a teát. Ahhoz, hogy hát úgy, mennyi víz volt ebbe? Egy ilyen 3/4 liternyi vizet, tehát mondjuk 7 deci víznek a felforralásához, szobahőmérsékleti víznek a felforralásához. Nem emlékszem pontosan, hogy hány százalékról indult, de úgy nagyjából 60-ról, és most 18%-nál tartunk, szóval hát nem célszerű erről teát főzni, mert ha kint vagyunk és kempingezünk, akkor vélhetőleg tüzet is gyújtunk, és azon tulajdonképpen ingyen fel lehet forralni a vizet. Így pedig elfüstöltem tulajdonképpen a teljesítményének, illetve a töltöttségének a hát mondjuk a felét. Ami annyira nem menő, hogyha kempingezik az ember. Más lenne a helyzet, ha mondjuk rá lenne dugva a szoláris panel, de ugye jelen pillanatban nincs, szóval jó ez a powerlifting, de új leszippantja, hogy csak nem. Mivel, hogy ez továbbra is csak egy akupak, vagyis van kapacitása. Ami ez esetben 268 wattóra, ami túldobja a havirezsi csökkentett 252-t. Nos, nem. Mivel, hogy az kilowattóra és nem wattóra, vagyis az ezerszerese. Szóval ez nem olyan túl sok, de ezzel nagyjából 30 órán át világíthatunk, vagy 20-25 alkalommal feltölthetjük a telefonunkat, de egy átlagos boomboxot is üzemeltethetünk róla, cirka 10 órán át. És ami nagyon nagyszerű, hogy adott fogyasztás mellett láthatjuk, hogy még hány órán át működik, ami sokkal többet ér, mint egy százalékos ér. Persze más a helyzet, hogyha 4-500 wattos villanymotorokat üzemeltetünk róla, mert az fél óra alatt leszippantja, de teljes gázon üzemeltetve a resót, 1200 watton, már csak 10-15 perc lenne, de ugye visszaveszi a teljesítményt 400 wattra, vagyis marad a fél óra. Márpedig ha lemerült, fel kell tölteni. Ehhez kapunk egy tápkábelt, melyet a megfelelő aljzatba csatlakoztatva már tölt is. Alap esetben körülbelül 150 watttal. Vagyis nagyjából másfél óra alatt tölthetjük fel. Viszont van lehetőség töltési módot választani az applikációban, így lehet turbo, mely elméletileg 350 watttal töltené, de erre én nem tudtam rávenni. Viszont töltés közben az akuk melegszenek, ezért aktív hűtést kapott, mely töltés közben morajlik rendesen. Viszont ha az idő nem sürget és csendet szeretnénk, ott a néma mód, mely esetén 100 wattal tölt, és cserébe nem szükséges működni a ventilátornak.
De miért használunk ilyen Power Station-t? Mivel ott nincs konnektorunk. De nem is kell, ha van nap. Ugyanis nem csak hálózatról, de egyenárammal is tölthető. Akár 12 voltról, szivargyújtóról az autóban, bár ehhez külön rendelhető kábelre van szükség, vagy 24 voltról kamionban, de az üzemanyag sincs ingyen. Ingyenesen leginkább napenergiával tölthetjük. Ehhez pedig megrendelhető a Bluetti napelemtatyó, ami nagyjából 7,5 kg, és hát nem olyan pici, azonban könnyen szállítható, és hogyha szétnyitjuk, akkor ez bizony igencsak terebélyes tud lenni, mert egyből van kettő nekünk, meg még ott van nekünk, meg még az is kinyitható, szóval most ezzel inkább kimegyek az udvarra, mert hogy itt bennem férek el. Az időjárás így januárban egyáltalán nem jó ahhoz, hogy az ember napelemet teszteljen, főleg nem úgy, hogy fél órával ezelőtt még esett, és valószínű fél óra múlva megint esni fog. Most viszont van egy 10 percnyi, hát szórt napsütés. Ilyenkor, amikor hát éppen csak világos van kint, azért azt nem mondanám, hogy süt a nap, azért egy ilyen 17 watttal tölt, tehát végül is a napelem az működik, csak nem sok kakaót nyom bele ebbe a kis powerbankbe. Ha, mint ahogy most is egy kicsit jobban előbújik a nap, akkor azért feljebb megy, az előbb felment egészen 65 wattig, még mindig közel sincs a 200-hoz, de lényegesen jobb, mint a 10-valamennyi. Itt most is például 20 wattnál tartunk, 23, és hogyha még jobban előbújik a nap, akkor talán ismét felmegy 60 wattra. Kicsit odébb költözve egy naposabb helyre, már egészen 70 wattig felment a töltés, ami így januárban szerintem tökéletesen megfelelő. Ha szebben sütne a nap, akkor vélhetőleg még a 100 watt fölötti dolgokat is el lehetne írni, de hát most pont nem ez az időszak van, és közben szerintem hullik a hó. Vagy az eső? Na mindegy, valami esik. Szerintem hó lesz ez. Már a 80 wattot is meghaladta a töltés, szóval azért ahhoz képest, hogy január közepe van, és hát igazából két eső között, sőt az előbb egy picit a hó is elkezdett hullani, ahhoz képest szerintem ez a 80 watt, amit ki lehet belőle húzni, nem is olyan rossz. De a nap elbújt, így inkább visszapakoltam a melegre. Amit a napelemről tudni kell, hogy monokristályos típusú, ezen kívül 20 voltos rendszerben van megépítve. Kapunk egy hozzászerelt kábelt, ami nagyjából 3 méter hosszú, ami praktikus dolog is, mivel azért célszerű lenne a kis eszközünket árnyékban tartani, mivel ő annyira nem komálja a meleget. Hát a napelemet meg célszerű a napra tenni, szóval ezt azért egy jelentős távolságra kell tenni egymástól. A vezeték végén ilyen idiot-proof szabványcsatlakozókat találunk, hogy még véletlenül se tudjuk összekeverni a dolgokat, illetve ennek a csatlakozónak hála, hogyha több ilyen napelemünk van, akkor azokat sorba tudjuk kötni egymás mellé, és úgy tudjuk rákötni a gépre. Viszont magán a kis Power Station-ön nincs ilyen csatlakozó, ezért kapunk hozzá egy plusz vezetéket egy DC csatlakozóval és az idiot-proof csatlakozóval a másik oldalon, mert miután ezt csatlakoztattuk, a másik oldalát már tudjuk csatlakoztatni a gépnek a DC töltőjébe. Emellett a napelemen található még ilyen prima kis támasztóláb, amely 3 fokozatban állítható, illetve egy 4. fokozat a helyén tartó kis módozat. Erre azért van szükség, hogy mindig a legmegfelelőbb pozícióba tudjuk beállítani, hogy mindig direkt napsugárzásban legyen, és a maximális teljesítményt tudjuk kihozni belőle. Ami ugye 200 watt, és igazából ez a kis Power Station mi meglepő pont 200 watttal tölthető. Többel nem. Ami azt jelenti, hogy hiába tudnánk ezekből a panelekből összedugni többet, összerakni egy egész napelem parkot, akkor sem tudnánk 200 wattnál többel tölteni ezt a kis eszközt, mert hát ez a maximum. Gondoltam, hogy esetleg itt lenne jelentősége a turbomódnak, hogy majd így lehet 350 wattal is tölteni. Hát nem. A turbomód az nálam sehol sem működött, de a lényeg az, hogy maximum 200. Ezért ki is próbáltam naphíján labortávegységgel, de jól látszik, hogy a 200 wattos érték fölé nem emelkedik. Ha csatlakoztatom a bemenő 230-at is, jól látszik az appban, hogy ilyen esetben elsődlegesen a szoláris energiára támaszkodik, és azzal tölti az akut, majd ha az nem termel eleget, áttér a hálózati töltésre. Ha hálózatról töltjük, és egy fogyasztóval terhelem, a 230 voltos kimenetét direktben táplálja meg, és nem az inverteren keresztül. Vagyis nincs veszteségünk. Ilyenkor a kijelzőn az UPS felirat látható, és lényegében egy szünetmentes tápként működik. Ezek szerint akkor jó a számítógépünkhöz is, bár egy kicsit azért drágább, mint egy szünetmentes.
Egy oszcilloszkóppal elkaptam pont az átváltás pillanatát, melyen jól látszik, hogy a kimaradás nagyjából 20 millisekundum, ami tudtommal a maximálisan megengedett egy szünetmentes táp esetében. Viszont csak az akku áramát használva simán működik. Főleg ha a töltést szoláris panellal valósítjuk meg, ugyanis ebben az esetben az akkuból vesszük ki az energiát, majd ha 1%-kal csökken, akkor a napelemből visszatölti. És ez így megy még süt a nap. Aki esetleg olyasmire használná, szoláris rendszerként nem működik, hiszen a kimenetén elsősorban a bemeneti 230-ra támaszkodik, és másodlagos a szoláris rész, vagyis amíg van áram, nem érdekli, hogy süt-e a nap. De ez szerintem teljesen rendben is van, mivel ezt nem arra találták ki, hogy az ember otthon kiépítsen egy szoláris rendszert. Ez egy camping powerbank. Tehát ezt fogjuk otthon, feltöltjük, betesszük a tatyóba, és elviszük az erdő szélére, majd aztán ott használjuk, ahol egyébként nem lenne áramunk. Ehhez ez tökéletesen megfelelő, egy csomó csatlakozót kapunk az elején, amelybe telefont tölthetünk, akár többet is egyszerre, mindenféle szivargyújtós dolgokat használhatunk, tudunk rajta valódi színuszos 230 voltot használni, és hát van rajta lámpánk is, ugye, ami egy igen fontos funkció. Egyedül talán ez a 600 watt tűnhet kevésnek, de most gondoljunk bele abba, hogy kimegyünk az erdő szélére, kimegyünk túrázni, vagy sátorozni, vagy bármi hasonlót, ott azért ne akarjunk mindenféle elektronikai cikket használni, tehát ne vigyük ki magunkkal a hatalmas LCD tévénket, nem azért megyünk a természetbe, és ott, ahol meg semmi nem lenne egyébként, oda azért az a 600 watt, az tulajdonképpen rengeteg. Egyedül akkor, hogyha mondjuk munkára szeretnénk használni, tehát például egy építkezésen használnánk arra, hogy erről működjön mondjuk a fúrógép, nos, arra ez már igencsak pici, de megint csak nem erre lett kitalálva. Viszont MHV Tomi régebben bemutatta az egyen nagyobb modellt, és nem régen a sokkal nagyobb modellt, ami meg az egy vaddisznó igazán. Szóval azokat lehet használni olyanra, hogy kiváltson az ember egy benzin vagy dízelüzemű áramfejlesztőt, ez viszont nem arra szolgál, tudjuk vinni magunkkal, és mondjuk tudunk róla zenét hallgatni. Már nyilván nem pont erről, hanem ezzel töltjük azt, amiről szól a zene. De abban meg már eleve van aksi, szóval ahhoz meg nem kell. Na mindegy, szóval marad az, hogy az erdő szélére visszük. Oda viszont a 260 wattóra lehet egy picit kicsi. De ha ehhez van egy szoláris panelünk, ami 200 watttal tölti, akkor igazából egész nap még süt a nap, mert nem januárban megyünk az erdőbe, egész nap 200 wattunk van arra, hogy mindent tudjunk tölteni. Telefonokat, bluetoothos hangszórókat, már hogy aksis hangszórókat, powerbankeket és minden egyébbe tudjuk belepumpálni az energiát, mert ugye ő csak tulajdonképpen egy óránál tudja tárolni, vagy egy órányi 200 wattot tud tárolni, a többi az felesleg. Azt másba kell nyilván belepumpálni, viszont ezzel, hogyha a nap végére egy teljesen feltöltött aksival vagyunk, akkor az estét és az éjszakát azért ezzel át lehet vészelni, tudunk vele világítani, hangulatfényt csinálni, esetleg szólhat róla a zene, meg mehetünk vele a Mátra Bükkönyi fonyűvőt keresni, aztán reggel pedig folytatjuk a töltést, ha meg sötét van, világítunk a tűzzel. És mivel akupak, ugye akucellák vannak benne. Szétbontani most csak azért nem szeretném, mivel túl sok mindent úgy se látnánk benne. A tetején találhatunk egy áramköré, egy nyomtatott áramköré lapot, ami a vezeték nélküli töltésért felelős. Nyilván van benne egy első panel, amelyre minden egyéb első dologban rátéve a gombok is hasonlók, illetve a közepében találnánk egy invertert, legalul pedig, mivel a súlypontja azért elég tökéletesen el lett találva, legalul pedig találunk benne cellákat. Méghozzá lítium vas foszfátos cellákat, amelyek így lehet, hogy elsőre kicsit újnak hangzanak, mert mindenki a lítium ionhoz szokott hozzá. Ez már egy újabb generáció, kicsit drágább is annál, azonban sokkal tartósabbak, sokkal ellenállóbbak, sokkal jobban bírják a különböző külső behatásokat, tehát nem fog úgy felrobbanni, kigyulladni és hasonló, mint egyes lítium ion akuk egyes telefonokban, amiről biztos mindenki tud. Szóval ezek sokkal biztonságosabbak, sokkal jobban lehet őket tárolni. Ha ilyen 60%-os töltöttségen tároljuk őket, akkor tulajdonképpen a végtelenségig elállnak, erős túlzással nyilván. Tehát ha mondjuk ezt a tényleg csak ahhoz használjuk, hogy nyáron 3-4 alkalommal kimenjünk a haverokkal sátorozni, vagy valami hasonlóra, és igazából az év nagy részében csak áll a szekrényben, akkor ilyen 60-65%-ra feltöltjük, és mikor következő évben elővesszük, hogyha 0 és ilyen 40-45 fok között tároljuk, nyilván szobahőmérsékleten, ha a következő évben elővesszük, akkor tulajdonképpen ugyanúgy 65%-on fogjuk megtalálni, ahogy ezt eltettük előző évben, és semmilyen károsodás nem történt az akukkal. Szóval emiatt előnyös, hogy ilyen akukat tettek bele. Egyébként ez egy picit nehezebb is, mintha lítium-ionos lenne, mivel az energiasűrűsége egy picit más.
de szerintem ennyit fel lehet áldozni ennek az oltárán. Igazából, hát lehet, hogy ezt nem a hátizsákban fogjuk vinni, de mindenképpen hasznos lehet egy-egy ilyen kempingezés során. Szóval, ha megtetszett ez a kis készülék, illetve hozzá ez a... hozzá ez a szoláris panelpak, akkor találtak róla egy linket a leírásban. Több magyar nyelven tevékenykedő youtuber kolléga is tesztelt hasonló, kicsit kisebb, kicsit nagyobb és egyéb Blue Yeti-től származó Power Station-öket. Mielőtt választotok, szerintem nézzétek meg mindenkinek a videóját. Ha már ott vagytok lent a link nézőbe, akkor mindenképpen tenyereljetek rá a feliratkozás és a kedvelés gombra, és találkozunk legközelebb. Addig is. Sziasztok!